Legalább 500 éve magasodik Nyírbátorban a Bátoriak várkastéja. Ma már panoptikum és interaktív kiállítás várja a látogatókat az épületben. Most egy ideig azonban kívülről lehet csak megcsodálni. Az emelkedő energiának miatt ez az egyik olyan intézmény, amelynek a kényszerű beszállásáról döntött a nyírbátori képviselőtestület mondta 35 perci műsorunkban Máté Antal polgármester. Az elv az volt, hogy ami az emberek hétköznap életét érinti, ott zavartalan is folyamatos legyen a működés. Ugye ez a Covid idején nem mindig volt lehetséges, és láttuk, hogy az emberek hétköznapére mennyire rossz hatással van, ha például bezár egy óvoda, egy bölcső, de egy általános iskola, az megnyugtató, hogy egyenlőre ezek a szolgáltatások nincsenek veszélyben, viszont minden más, ami inkább kényelmi, vagy inkább nem a hétköznapunk szerves részét képezi, azokat az épületeket megpróbáltuk bezárni, csak egy párat mondok. Várkastély, ami a turisztikát szolgálja, kulturális központ, közösségi ház, alkotóház, családi kuckó, multifunkcionális tér, ezek mind-mind-mind olyan, olyan, létesítmények, amik vagy teljes egészében, vagy nagy részben bezárnak, de minden más szereplőtől, aki az önkormányzat büdzséjéből kap támogatást, működési támogatást, köz, középületek fűtését, egyebeket, például sportegyesületekre, sportlétesítményekre gondolok, ott is egy sokkal szigorúbb üzemeltetési szabályzatot készítettünk, amivel garantálni tudjuk, hogy ott is a lehető legkevesebb energiaköltséggel fog működni a, a sportegyesület. Nyilván nem arról van szó, hogy a futballedzéseket nem kell megtartani, de nagyon nem mindegy, hogy a tíz öltözőből hányat fűtünk fel a téli időszakban, és ezzel sajnos vagy szerencsére, nem tudom, attól függ, még részéről nézzük, milliókat lehet megtakarítani, úgyhogy mindenkitől, aki valamilyen módon függ az önkormányzattól, egy sokkal feszesebb együttműködést és gazdálkodást várunk el, hetente leolvassuk az órákat, elemezzük az abból befolyó adatokat, mert egy ilyen energiaár mellett az egész költségvetésünket vízre viheti az, hogyha túl sok energiát használunk, amit nem kalkuláltunk be. A polgármester azt mondta, hogy a gáz esetében drasztikusan nőtt a kiadásuk, az októbertől életbe lépő szerződés szerint a korábbi 100 forint helyett 1200 forintba kerül az egységnyi földgáz. Ez azt jelenti, hogy mi korábban 200 millió körül költöttek egy évben a városban, most 2 milliárdra nőne a költségük. Az áramár tekintetében még nem látnak tisztán, mert ott január 1-től kell egy új szerződés szerint fizetni. Ezért zár be januártól a városi fürdő is. A világpiaci ár iszonyúan hektikusan változik, attól függően, hogy melyik önkormányzatnak mikor kell beszerezni, csak példát mondok, van, aki 400 forint fölött szerezte be az áramot az elmúlt hetekben, van, aki pedig 200 forint körül. Senki nem tudja megmondani, hogy az év végére lejjebb, vagy vissza feljebb kúszik, ez nem tőlünk függ nyilván, hanem a a világban folyó eseményektől most én így fogalmazok. Nagyon bízunk benne, hogy egy picit lejjebb megy, és akkor ez azt jelenti, hogy a fűtési szezon végével ki tudjuk nyitni a fürdőt. Ha viszont 400 forint körüli állakról kell beszélnünk, az több mint ö, a egy évvel ezelőttihez képest több mint a 20 -szorosa a 400 forint, az gyakorlatilag finanszírozhatatlan, nem csak nekünk, én azt gondolom valamennyi fürdőnek. Úgyhogy nagyon reménykedünk két dologban, az egyik, hogy lejjebb megy az ár, a másik pedig, hogy az állam beavatkozik és valamilyen hatósági árat határoz meg. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy a fűtési szezon vége felé, tehát valamikor március-március végére újra ki tud nyitni a fürdő. Az intézményekben dolgozókat nem bocsájtja el az önkormányzat, de átszervezi a munkát, de arra is lesz példa, hogy a polgármesteri hivatalba költöznek ideiglenesen más intézmények munkájára. Máti Antal abban bízik, hogy kormányzati segítséggel át tudják vészelni a nehéz hónapokat, és a jövő évtől talán normalizálódik a helyzet.